A művészeti kar hallgatóinak munkáiból rendeztek kiállítást a Szentágotai János Kutatóközpontban Immerzió címmel. Nem először nyílt tárlat a helyszínen, a művészeti kar időnként megjelenik egy-egy kiállítással a kutatóközpontban. A jelenlegi is a kapcsolat erősítése, az együttműködés folytatása céljából jött létre. E tekintetben más egyetemi intézmények is szóba jöhetnek. Nagyon szeretném, hogyha a művészeti kar minél több helyszínen megmutathatná magát. Nyilvánvalóan a Zsolnai negyed az adja magát, ott van is erre lehetőségünk, nemrég csináltunk ott egy szoborparkot, de nagyon szeretnénk, hogyha más karokon is lenne lehetőségünk. Eddig az orvosi karon sikerült a parkjába több hallgatói munkát, közszéri munkát felállítani, meg hallgatói pályázatot is írtak ki például a festményekre a lépcsőházukban. Ezek nagyon izgalmas és jó lehetőségek voltak. Nagyon jó volna, hogyha más karon is lenne ilyen lehetőségünk. A mostani kiállítás három monumentális alkotásból áll. Az egyik egy klasszikus szobor, míg a másik kettő szobrász és elektromos zenei média művész hallgatók közösen komponált műve. Ezek különösen izgalmas, kreatív munkák, mivel a vizualitás és a zenei hangzásvilág kapcsolódik bennük össze.